A nagy horgász. Sziasztok, Tóth Róla vagyok. Nem is gondolnátok, hogy kik érdeklődnek a csatorna iránt. Már úgy értem, hogy kik azok, akik nézik. Hát azért nem az amerikai elnök, de majdnem. Rendszeresen kommentel itt a videók alatt egy úriember, aki hát kicsit furcsa magyarsággal beszélt eleinte, most már sokkal jobb, tehát most már legalább nem a Google Translate-et használja. A furcsa megjegyzései voltak mindig, például, hogy gondolod komolyan, hogy ez a technológia tényleg működik? Hát milyen hiszékenyek, buták az emberek, hogy ezt elhiszik. Hát ilyen dolgok sosem működtek. Nyilván nem, kedves barátom, azért érdeklődsz te is ennyire intenzíven. So, what do you think? My dear friend, this technology is not working. This is just a fake something. That's what you are here, right? So, do you know what is the best marketing tool for me? You are here. This is the best marketing tool for me. So, thank you very much. Csak ennyi. Mert nézem az időzónákat is, hogy ki honnan kommentel, meg hát nyilván vannak statisztikai adataim, és ő egy kicsikét furcsa helyről kommentel, furcsa, hogy is mondjam, időzónából. Ez most legyen teljesen mindegy. Csak úgy gondoltam, elmondom nektek, meg neki is, hogy értse a saját nyelvén, hogy mi a helyzet. Azt hiszi, hogy ezekkel a kommentekkel, nem is tudom igazából mit szeretne ezekkel a kommentekkel, mert én tudom, hogy ez a technológia működik, akik használják szintén tudják, hogy ez a technológia működik, de tudjátok, mintha ez nem lenne elég, akkor most jön egy olyan videó, amit tegnap vettem fel, és feltöltöttem, de letöröltem azért, mert az úriember szétkommentelte az egészet, de aztán, ahogy válaszoltam neki azt utána, hát nem vette valószínűleg túl jó néven, és törölte az összes kommentet, ami volt, úgyhogy most ennek eredményeként feltöltöm újra ezt a videót. Az információk, amelyeket itt a videóban el fogok mondani, ezek Nizsnyi Novgorodból származnak, és közvetlenül kaptam őket a Nyelvi Hullámgenetikai Intézettől. Szóval következzen a videó, sziasztok! Ezt a videót kételkedő barátaim számára, orvosok számára, szakemberek számára, ajánlom, illetve egyetemek számára is esetleg, ugyanis ezeket az információkat, amelyeket most beszereztem, sehol máshol nem tudjátok elérni, sehonnan máshonnan nem tudjátok beszerezni. Ezeket az információkat közvetlenül a GARJAEV Nyelvi Hullámgenetikai Intézettől kaptam. Borzasztó konkrét információkat fogok veletek megosztani. Ezek kutatási eredmények. Tehát most ezt ne úgy értsétek, hogy ez egy spirituális videó. Szoktátok sokszor kérdezni azt, hogy milyen tudatszinten kell ahhoz lenni, hogy GARJAEV hullámgenetikai megoldásait lehessen használni. Akkor most egy picit csak erről tényleg röviden szeretnék beszélni, hogy ez nem kell speciális tudatszint. GARJAEV technológiájában nem kell hinni. GARJAEV technológiáját használni kell. Ez a technológia, amelyet feltalált, bár ő hullámgenetikának hívta, valójában nem csak a genetikához van köze. Valójában ezeket az információkat, amelyeket egy speciális eljárás keretében, amiről mindjárt fogtok hallani, beszerezte ezeket az információkat a különböző biológiai és kémiai struktúrákból. Ezeket az információkat kvantumfizikai effektusokká tudta alakítani. Tehát ezek a folyamatok, amelyekről beszélek, és amelyeket a hullámgenetikai állományok is tartalmaznak, amit itt meg tudtok vásárolni a videó alatti webshopban, ezek az állományok, ezek nem csak genetikai információkat tartalmaznak, ezek az adott struktúráról minden információt tartalmaznak, hogy speciál hang az átviteli közeg, az ne zavarjon senkit. Ebből a tanulmányból most jelenleg nem fogjátok megérteni, hogy hogyan működik, majd később ezt ki fogom fejteni, hogyha több, bővebb információt kapok. Ezek az információk eddig szigorúan titkosak voltak. Ezeket az információkat azért adták ki, mert a technológia léte, mondjuk azt, hogy veszélyben forog némileg, és ez a technológia terjedjen el, használják mások is, próbálják ki, és használják fel. A dokumentum úgy kezdődik, hogy a biostruktúrával modulált elektromágneses sugárzás hatása az Alloxan Diabetes Mellitus eljárásban. Ez a dokumentum, amelyet most fel fogok olvasni, és magyarra lett ferdítve. Ez a fordítás némi lektoráláson átesett, de nyilván volna még vele mit tenni.
Kimutatták, hogy a hélium-neon lézer által generált szélessávú elektromágneses sugárzás kísérleti fázisban, diabetes mellitusban szenvedő patkányokon a hasnyálmirigy és a lép által modulált hatása információs fenomenológiai. Az állatok élettartamának meghosszabbodásához, a vércukorszint normalizálásához vezet, és egy olyan szintre hozta a hasnyálmirigy regenerációját, amely hát amely ugye a normalizáláshoz vezetett. Tehát most, hogy konkrétabb legyek, eloxánnal megmérgezték a patkányokat, hogy cukorbetegek legyenek. A kontroll genetikai információ tárolásának és továbbításának problémája az embrionális és posztembrionális fejlődés során alapvető. Ennek a munkának a célja az, hogy meghatározza a hasnyálmirigy PZ regenerációjának stimulálásának alapvető lehetőségét patkányokban in situ szélessávú elektromágneses sugárzás, zárójelben BI segítségével, amelyeket fotonkon keresztül modulálnak az azonos vonalú patkányok PZ-jének preparálásával. Ennek érdekében visztár patkányokon vizsgáltuk a biostruktúrák által modulált BI hatását a kísérleti diabetes mellitus DM lefolyására. Tehát érthetően elmesélve az történt, hogy egy speciális lézerrel beolvasták a patkányoknak a hasnyálmirigyét, szövetet, mindjárt fogjátok látni, hogy hogy, elektromágneses sugárzással alakították, és megnézték azt, hogy ez az elektromágneses sugárzás, ez hogyan hat a patkányoknak a diabéteszére, ugye diabétesesek lettek, cukorbetegek lettek, miután aloxánnal megmérgezték őket. Kutatási módszerek a biostruktúra modulált SEI előállításához az általunk fejlesztett technológiát hélium-neon lézerrel alkalmaztuk. A 2 milliwatt teljesítményű és 632,8 nanométer hullámhosszú hélium-neon lézer két egymáshoz igazított, ortogonálisan, lineárisan polarizált, egyfrekvenciás sugárzású móddal rendelkezik. Egy újszülött visztárpatkány hasnyálmirigyének vagy lépének frissen preparált, most még mielőtt ezt folytatnám, hogy ezeket az információkat még is tarthatnám. De én úgy vagyok vele, hogy ezeket elmondom nektek, azért, hogy lássátok, hogy ez nem egy olyan technológia, ami mondva csinált technológia, nem egy olyan technológia, hogy távolról valahonnan valamilyen kvantumfizikai információkat kaptok, bár ez sem lehetne teljesen tökéletesen kizárni, hogy ez valamilyen formában működik. Ezek a dolgok, amiről beszélek, tudományosan igazolhatóak, és elég komoly helyről származnak az információk. Folytatnám. Tehát egy újszülött patkány hasnyálmirigyének vagy lépének frissen izolált preparátumát üveglemezre helyezzük, és a lézersugár optikai tengelyéhez helyezzük. A preparátummal ellátott üveglemezt úgy állítottuk be, hogy a sugár részleges visszaverődését biztosítsa a lézerrezonátorba. Egy ilyen többutas mód lehetővé teszi, hogy a módszer optikai korrelátorként működjön, és befolyásolja a másodlagos lézersugárzási módok eloszlását. A korrelációs jelet két térben elválasztott móddal rögzítettük merőleges polarizációval. Az optikai jeleket rögzítették, és egy elektronikus áramkörbe táplálták, amely a lézer generálási módot vezérli. Az üzemmód intenzitása leginkább kompenzálódik. Ebben az üzemmódban a lézer SHEI-t generál, amely a vizsgált biológiai terméktől függ. A preparátum és a lézer aktív elemek közötti távolság 11 cm volt. Az ütköző nyalábokon a lézer sugár fotonjait a preparátum modulálta, beleértve két egymáshoz kapcsolódó ortogonálisan polarizált sugárzási komponenst. Na most kicsit magyarabbra fordítva, annyi történt, hogy egy tárgylemezre helyeztek egy preparátumot, ugye egy vékony szeletet az adott biológiai mintából, és merőlegesen megcélozták egy speciális lézerrel. Ebben a lézerben mindjárt mondom, mi a speciális. Már korábban beszéltem róla, de akkor most még konkrétabban. Azért merem ezt így elmondani egyébként, mert ezt a lézert nem tudjátok beszerezni. Nekem is több mint 6 hónapba telt, mire talán meg tudom majd, talán majd ide ér, mert magában 3 hónap volt a gyártási ideje. A lézerben mondom, mi a speciális. A lézer a valóban egy rendkívül speciális lézer, ugyanis úgy működik, hogy 2 darab
mondjuk azt, hogy egy sugárkeltő elem van benne, úgyhogy az egyik sugár alá helyezünk valamit, és az speciálisan beállítva, mint amit az előbb elmondtam, visszaverődik róla a fény, tehát a visszaverődik róla a hullám végül is, akkor a másik sugár, ami mellette van, abban rögzül valamilyen szinten, és visszakerül a generátorhoz, tehát visszakerül a lézeregységbe önmagába, és önmagában ez az eljárás, ez a módszer vezérli egymagában a lézert is. Tehát ebben az a zseniális, hogy technikailag egyszerűbben tudja fogalmazni, hogy az adott mintáról visszaverődő jel kvantum összefonódási állapotba kerül. Tehát itt nem csak egy-egy sugár, egy-egy részecske, egy-egy foton, egy-egy atom kerül kvantum összefonódott állapotba, hanem az egész mintának tulajdonképpen az adata, a tömege, nem tudom máshogy megfogalmazni, elég nehéz megfogalmazni ezt egy-két mondatban. Majd talán meg tudom nektek mutatni, hogyha engedélyt kapok rá, mert önmagában ez az eljárás eddig legalábbis titkos volt. Azért, mert sok megoldásra fel lehet használni. Gondolom, el tudjátok képzelni. A kísérletben kifejlett hím víztárpatkányokat használtuk 5-6 hónapos korban. Átlagosan 180-220 g súlyúak voltak. A kísérleti DM-t 1,002 milliliter aloxán oldat 200-300 mg per kilogram állattömeg intraperitonális injektálásával váltottuk ki. 24 órás koplalás után az állatok normál vércukor szintjének hátterében. Az állatokat 3 vesző 10 állatból álló csoportra osztottuk, első csoport. Sej nélküli kontroll, tehát a besugárzás nélküli kontroll. Második és harmadik csoport sejnek tették ki, és az egyes és kettes csoportban az aloxánt 200 mg per kilogram dózisban, a harmadik csoportban 300 mg per kilogram dózisban adták be, a második csoport állatait a sej forrástól, tehát a lézer forrásától, a lézer forrásától 70 cm távolságban helyezték el, és ez a lézer, ez elektromágneses sugárzás is bocsát ki, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a fotonokkal játszanak, hanem ennek van egy elektromágneses sugárzási tere, mondjuk így. Tehát 70 cm-re tették ki. A harmadik csoport állatait a sugárzás forrásától 20 méteres távolságra, és egy részben árnyékolt helyre helyezték, zárójelben alagsorba, a laboratórium alagsorába helyezték. A második csoport patkányainak kiképzése az aloxán injekció beadását követően a harmadik napon kezdődött, a harmadik csoport patkányainak edzése, érdekes megfogalmazás, az aloxán injekció és az elektromágneses sugárzásra való expozíciót naponta 30 percig végezték. Tehát magyarul 30 percig kaptak ebből a sugárzásból naponta. 30 percig végezték a negyedik napon keresztül. Tehát úgy kell érteni, hogy 4 napon keresztül végezték az elektromágneses sugárzásos terápiát a patkányokon. 30 percig naponta. Valamint 10 perces expozíciót is alkalmaztak. Tehát hogyan kapták ezt a sugárzást? A sugárzást egyébként úgy tudták rögzíteni, hogy csak 10 percig, tehát 10 perces sejés expozíciót használtak a preparátumokon a hasnyálmirigy szövettel való áthaladás eredményeként kapott 10 perces sejés expozíciós lézersugár áthaladása a preparátumon, amelyet a hasnyálmirigy szövettel a preparátumon áthaladó lézersugár eredményeként kaptak. Na most emberi nyelven megfogalmazva, azt mondták, hogy a preparátumot azt ráhelyezték egy tárgylemezre, és 10 percig ez a speciális visszacsatolt lézerrel használták. Tehát ugye mondtam, hogy tárgylemezre ráérkezik a lézer, azon van a minta, arról visszaverődik, a lézersugár az úgymond egy összefonódó kapcsolatot hoz létre, mert így van vezérelve a lézer saját maga, a preparátum, tehát a visszacsatolt sugárzást és a lézer működése között egy kapcsolat áll fent. Nem csak egy meghatározott frekvenciával működtetik a lézert. Ez volna nagyjából a lényeg. Illetve a dupla sugarú lézer, ugye, ami önmagába vissza tud verődni valamilyen szinten. Tömörre megfogalmazva 30 perces időtartamnak tették ki. Tehát ugye az elektromágneses sugárzás, ami létrejön a lézer körül, ezt a sugárzást 30 percig kapták a patkányok,
és önmagában a minta, amit felhasználtak, azt csak 10 percig sugározták be. Na jó, srácok, szerintem ez már túl monoton egyrészt, másrészt nem vagyok orvos. Tehát akit ez a tartalom esetleg érdekel, egy dolgot tudnék mondani, iratkozzon fel, a weboldalt megnézitek, aixtech.eu, itt van a link. Megnézitek az oldalt, és iratkozzatok fel, legalább van ilyen hírlevélre való feliratkozás, most már több mint 500-an feliratkoztatok. Mindenki, akit érdekel ez a témakör, ezt a leírást, amit most felolvastam, megkaphatjátok PDF-ben, egyszerűen csak fel kell iratkozni, akkor a holnapi nap PDF-ben kiküldöm mindenkinek ezt a dokumentumot, amit megkaptam a Hullámgenetikai Intézettől. Olvasgassátok bátran, ez kimondottan a cukorbetegségről szól. Tehát hogy a patkányokat ugye megmérgezték, cukorbetegségben szenvedtek, miután aluxánt adtak be nekik, és ennek a hatására, pontosabban a hullámgenetikai fájlok hatására, az elektromágneses sugárzás hatására úgy tűnik, hogy meggyógyultak a patkányok. Ezek az információk, amelyeket most elmondtam, így viszonylag pontosan és kicsit szárazan tudom, ez közvetlenül a Nizsnyi-Novgorodi Állami Orvosi Akadémia központi kutató laboratóriumából származnak ezek az adatok. Ezeket a készülékeket itt a webshopban meg tudjátok vásárolni. Mindennel, hullámgenetikai állománnyal együtt. Viszont a következő emberek dolgoztak rajta. Piotr Petrovics Galjev, A.A. Kokoyana, I.V. Mukina, E.A. Leonova Galjeva, N.G. Kokoya. Sziasztok! Iratkozzatok fel a hírlevélre, illetve a videóra, ha ezt még nem tettétek meg. Köszi, sziasztok!